Nagy a forgalom péntek reggel a nyíregyházi piacon. Sokan már most elkezdték beszerezni a húsvéti hozzávalókat. A zöldségek és gyümölcsök mellett tojásból visznek sokat a vásárlók, akik az előző évekkel ellentétben most nem találkoznak kiugró áremelkedéssel. Az emelkedés sok általában az, hogy nagyobb a kereslet, ilyenkor emelkedni szokott az ár, de mi termelők vagyunk, nekünk a termelési költség nem változott, mi nem emeltünk árat. A kereskedőknél valószínűleg volt áremelkedés, mert hogy ők veszik, ha drágában veszik, ugye kell, hogy haszon legyen rajta. A termelőknél már most nagy az érdeklődés a tojás iránt, ilyenkor a szokásos mennyiség dupláját adják el. Van olyan vevő, aki akár 90 darabot is vásárol, de átlagosan 30 tojást visznek a vásárlók. Ez egy ilyen extra minőségű, és hát húsvétra vásároljuk, lesz belőle hímes tojás, sárga túró, meg süteményekhez, ilyen feleségem kívánságára jöttem ide most a piacra. A tojáshoz hasonlóan a húsos pultoknál is elindult a húsvét előtti vásárlási dömping. Még a hét elején már csipegették, aztán ugye az árak is nagyon befolyásoló tényezők. Hát 2000-től kezdődően ki meddig tudja. Elsősorban most a füstölt húsárut keresik, hiszen az nem romlik meg, tartósan is eláll, viszont a húsvét előtti napokban már valószínűleg hiánycikk lesz. Van olyan, aki 12 kg-nyi húst is vásárol egyszerre. A mennyiség az ilyenkor füstölt árun áll, tehát a darabolcon, meg a tarja, kötözött sonka, ez ilyenkor lényegesen az egész évhez képest megtízszereződik akár, tehát lényegesen többet vásárolnak a kimondott húsvéti termékekből. Évközben is vásárolnak valami minimálisat, de nem jellemző annyira. Hát az árak viszont jelentősen, úgymond lehet emelkedni, emelkedtek. Ez nem kimondott a húsvét miatt, hanem a jelen pillanatban a gazdasági helyzet miatt változott. Ez a tendencia igaz a multi cégek kínálatára is. A vásárlók nem örülnek az emelkedésnek, de elfogadják. Ha mindennek megy fel az ára, akkor ez nem túl sok. Én jártam külföldön, ott sokkal több, más jó a fizetés, de én azt mondom, hogy ez még megfizethető ár. Főleg a csirkét, ha vesz az ember, csirkéből sok mindent lehet, és az az ár olcsóbb, mint a sertéshús ár, úgyhogy én nem szólok. Én rosszat nem mondok, mert azt mondom, hogy ha minden ment valamit, és kell, hogy menjen, akkor be kell osztani a pénzt is, meg a főzéshez szánt húst is. A búzatéri piaszcsarnok nagypénteken és szombaton a megszokott rend szerint tart nyitva, húsvét vasárnap és hétfőn azonban zárva lesz a csarnok.